Sziasztok! Üdvözöllek titeket ismét a csatornán, az én nevem Réka, és a mai videóban egy nagyon szilveszteri arany fekete füstös sminket fogunk készíteni, és ehhez a sminkhez nem más fogunk használni, mint Szalai Csengének az új palettáját, a Glossing Beauty-nek a Glossy Way palettáját. Ugye ez a paletta pár hete jelent meg, gyönyörű színek vannak benne, pont egy ilyen füstös arany ünnepi sminkhez tökéletesek, úgyhogy vágjunk is bele. Nem szeretném, hogy ez a videó nagyon-nagyon-nagyon hosszú legyen, úgyhogy az alapozót, korrektort, stb. Elkészítem, azt vagy nagyon rövidre összevágom, vagy felgyorsítom, vagy egy picit így rövidebbé fogom majd tenni, és akkor fókuszálhatom majd arra, ami a lényeg, az a, ugye, a szem, smink, meg a paletta. Láthatjátok, az arcomban a sminkám már teljesen elkészültem, a szemöldökömmel is elkészültem, illetve a szemhéjamat is előkészítettem már, jöhet is most már a paletta. A legeslegvilágosabb krémszínű árnyalattal a Houstonnal fogok kezdeni, és ezt egészen a szemöldökömig felsatírozom. Ez az árnyalat fog segíteni majd a későbbiekben a satírozással. Ezután jöhet a világosabb barna támaszpont árnyalat, és ezt a mélyítőben satírozom el egészen a külső saroktól a belső sarokig. Ebből az árnyalatból az alsó szemhéjamra is teszek, itt is ugyanúgy elkezdem felépíteni a sminket. Miután ennek a satírozásával megvagyok, a sötétebb barna Vuki árnyalatot használom. És ezt is itt a mélyítőbe satírozom, viszont nem megyek vele be teljesen a szememnek a sarkáig, hanem csak körülbelül félig. Ezután pedig jöhet a csillám és a sark csillag árnyalatot, ezt a aranyt fogom használni. Először az ujjamra veszem fel, és ezt így tögetem rá a szemhéjamra.
láthatjátok, a másik szememet is megcsináltam gyorsan eddig a lépésig, és szerintem ez a smink már így önmagában is nagyon-nagyon szép, de hogy egy olyan igazi extra buli smink legyen, fogok tenni hozzá egy füstös szemhéjtust, és ezt egy ceruzával kezdem, egy festett ceruzával. Ez kerül az alsó vízvonalamra, illetve alá is. És itt ennek a vonalnak a meghosszabbításaként elkezdek rajzolni egy szemhéjtus, de nem húzom ki teljesen, csak egy picikét. Majd ezt a felső vonalra is összekötöm. De itt sem húzom meg az egész szemhéjtust, csak így körülbelül középig. És ezt egy ecsettel elsatírozom, de akár egy föltisztítót is használhattok hozzá. Satírozom, úgy hosszabbítom meg a tusnak a vonalát fokozatosan. És miután a ceruzának a satírozásával megvagyok, a palettából a fekete árnyalatot használom, és ugyanazt fogom átsatírozni ezzel is, amit az előbb a ceruzával. A satírozással kész vagyok, egy nagyon hegyes, precíz szemhéjtus ecsetet veszek elő, és ugyanúgy a fekete port használom a palettából, és a szempillatövet a belső sarokban ezzel rajzolom meg. Ugye itt nagyon precíz vagyok, ugye azt szeretném, hogy kívül vastagabb legyen a szemhéjtus, belül pedig vékonyabb. Ezzel igazából a smink nagyjából el is készült, már csak a szempillaspirál hiányzik hozzá, illetve a pillák, hogyha tenni szeretnénk. Gyorsan befejezem a másik szememet is, és akkor folytathatjuk is tovább. Ahogy láthatjátok, elkészültem a másik szememen is a tusvonallal, és szerintem így egy ilyen nagyon-nagyon dögös buli sminket kaptunk. Ezzel az arannyal teljesen ilyen szilveszteri hangulata van szerintem. Már csak egy kis szempillaspirál hiányzik, illetve pilla annak, aki tesz pillákat. Szempillát tesztek, akkor mindenképpen olyan szempillát ajánlok, ami kifelé hosszabbodnak a szálak. Az enyém már fel van ragasztózva, de láthatjátok rajta, hogy a belső pillák azok rövidebbek, kívül pedig hosszabbak.
átlátni, hogy mekkora különbség van a kettő oldal között. Szerintem a pillák azok mindig a sminknek a koronája. Főleg egy ilyen erősebb sminket én nagyon-nagyon üresnek éreznék, hogy úgy hiányérzetem lenne, hogy valami még hiányzik. Arcomra milyen kompó kerül, azt még nem döntöttem el teljesen, de az biztos, hogy valami szájfényt szeretnék hozzátenni. Láthatjátok, elkészültem a sminkkel, az ajkamon többfajta variációt is kipróbáltam, mire megtaláltam azt, ami a legjobban tetszett. És ami a legjobban tetszett, ez egy pupa ajak ceruza volt, de az árnyalatot sajnos nem tudom megmondani, mert nem látom rajta, hogy mi az árnyalat neve. És szájfényként pedig a Vive Lip Duo Lip, ilyen olajos szájfény. Úgyhogy most már nem is maradt más hátra, mint hogy fixáljam, és a MAC Fix Plus-ot használom hozzá. És így gyorsan még a végén, hogy a palettáról mondjak egy pár szót. Ugye így a videó közben szerintem láthattátok, hogy tök jól lehetett vele dolgozni. A mattokról annyit el kell, hogy mondjak, hogy ezek ilyen építhető mattok. Ha belemártod az ecsetet és felteszed a szemedre, nem fogod rögtön azt visszakapni, mint amit itt benne a palettában is látsz. Azt szépen apránként fel kell építgetni. Ez lehet, hogy valakinek problémát jelenthet, de szerintem ez tök szuper, mert hogyha erősebb színhatást szeretnél elérni, akkor erősebbre fel tudod építeni, ha valami világosabbat, visszafogottabbat, akkor úgy hagyod, illetve kezdőknek is szerintem nagyon szuper, hiszen nem fognak úgy járni, hogy belenyúlnak a palettába, és rögtön, nem tudom, bohócot csinálnak magukból, és annyi szín kerül majd a szemükre. Ugye csillámként most csak egy árnyalat használtunk, ezt a Metal Shark csillagot. Itt a dual chrome-ok is nagyon-nagyon szuperek, gyönyörűek. Most, hogyha akár csak így az ujjamon megmutatom őket nektek, szerintem láthatjátok, hogy mennyire gyönyörűek, illetve ahogy váltogatják a színüket a fényben, egyszerűen elszméletlen. Nem használok nagyon sok dual chrome-ot, de ezeket az árnyalatokat biztos, hogy fogom használni, illetve már használtam is őket korábban. És végül pedig erről a zöld ilyen hibrid csillám árnyalatról is egy pár szót. Ugye ez is szerintem egy nagyon-nagyon szép árnyalat. Nem használok nagyon sok zöldet a szememen, sőt egyáltalán nem. De ezzel a zölddel már készítettem nem egy sminket. Nagyon-nagyon szép, hogyha egy krémes alapra felépíted, ugyanazt a színhatást fogod visszakapni a szemeden, mint itt a palettában. Fantasztikus. Én nagyon örülök neki, hogy ezzel kijött a csenge, és hogy én meg is rendeltem. Úgyhogy ez a paletta nálam egy nagyon nagy hit lett, úgyhogy ezúttal is szeretnék gratulálni a csengének és mindenkinek, aki ezen a palettán dolgozott. Szerintem nagyon szuper lett. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem. Remélem, hogy tetszett maga a smink és a videó is. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve mondjátok el kommentben. És ha még nem tettétek meg, akkor a csatornámra se felejtsetek el feliratkozni. Illetve azt is szeretném megköszönni, hogy egész évben itt voltatok velem. Mindenkinek, aki feliratkozott, nem iratkozott fel, megnézte a videómat, minden egyes lájkot, minden egyes építő kommentet, hozzászólás, javaslatot, mindent nagyon szépen köszönök. Szeretnék nektek nagyon-nagyon boldog új évet kívánni, remélem, hogy jól telik majd a szilveszter estétek, érezzétek magatokat, jól vigyázzatok magatokra, és találkozunk jövőre. Sziasztok!